Biblia egyik legtragikusabb személyisége az a próféta, akit elhagyott a felesége. Más férfiaktól szült gyermekeket, sőt, közönséges utcanővé is vált. A próféta azonban nem mondott le a feleségéről, utána ment, rendre kereste őt, megbocsátott neki, de Gómer a feleség nem lett más. És a próféta szeretete, szinte így mondhatnánk, hiába valónak bizonyult. De ennek a profétának a könyve, a Bibliának egyik legmegrázóbb irata, ezért tudom mindenkinek ajánlani, hogy hósás proféta könyvét sokat lapozgassa. Ebből idézek most a 11. fejezet 4. verséből egy rövid kijelentést. Emberi kötelékekkel vontam őket a szeretetnek köteleivel. Isten szól így az emberhez, az emberiséghez, és ezt azért ez a próféta közvetíthette, mert ő se vádolta a feleségét, ő se citálta a bíróság elé, bár megtehette volna, hanem csak a tiszta, a tökéletes, az önlemondó szeretet eszközét választotta, hogy visszatérítse Gómert a feleségét. Ezért mondhatta ki ő Isten szavával ezt, hogy emberi kötelékekkel vontam őket a szeretetnek köteleivel. A Bibliában a legfőbb fogalom a szeretet fogalma. De a szereteten persze mindenki mást ért, ezért a Biblia jónak látja kitisztázni, hogy nem az emberi szeretetről beszél, mert ugyane könyvben, Hósás könyvében olvassuk a hatodik fejezetben, hogy az emberi szeretet olyan, mint a reggeli felhő és korán múló harmat. Az isteni szeretet viszont olyan, ami soha el nem fogy. Ennek az isteni szeretetnek két jelképe van a Bibliában. Az egyik a só, a másik a kötél vagy kötelék. A só magától értetődő jelképe a szeretetnek azt jelzi, hogy hiába van előttem egy egész tál étel, mindenféle finomabbnál finomabb fogás, ha az nincs megízesítve, nincs megsózva, szinte nem tudok hozzáfogni se a ríshez, se a burgonyához, se más falatokhoz, mert hát ízetlen. Az ember eltolja, vagy azt kéri, hogy valahogy sózzák meg. Az emberi életnek a lényege, hogy meglegyen sózva, hogy az ember életnek értelme, jó íze legyen, ezt a szeretet cselekszi. És a só mellett ezért a másik jelképe a szeretetnek a kötél vagy kötelék, mert minden embernek arra van szükség, hogy valaki fölemelje őt, hogy az ember szabaduljon, szabaduljon a természete fogságából, szabaduljon a rossz szokásaiból, szabaduljon ebből a, ma már így mondjuk, sok függőségből, ami a modern embert is lefelé húz, hogy mindenkit bele akarnak hajtani valamilyen függőségbe, alkoholfüggőség, kábítószerfüggőség, televíziófüggőség, internetfüggőség, mindenből már függőséget akarnak tenni a világban ebből csak a szeretet tudja az embert kivonni. A szeretet nem csak az igazsággal, hanem a szabadsággal is együttesen jár. Vagyis nem lehet kényszerítve szeretni valakit, vagy nem lehet kényszerre vinni valakit, hogy ő szeressen másokat. Emberi kötelékekkel vontam őket, a szeretetnek köteleivel Hósás ezt mélyen átérezve mondta a zsidó népnek, és általa az egész emberiségnek. Embert megváltoztatni, ha egyáltalán meg lehet változtatni embert, csak türelemmel, csak szeretettel, és ami ezzel együtt jár, szenvedéssel lehet. Mert aki szeret, mert aki türelmes a másikhoz, mert aki nem mond le a másikról, aki jobban szereti sokszor a másikat, mint az a másik önmagát. Annak az embernek sok arcú csapást kell elszenvednie a szülőktől kezdve a jó barátokig, és minden emberig mondom ezt, hiszen aki másokat szeret, a szeretettel együtt még egy kiváltságot kap, a szenvedés kiváltságát, hogy együtt érezni, szeretni a másikat, annyit jelent, hogy együtt is szenvedni a másik emberrel. De ha egyáltalán valami célhoz vezet. Mert hiszen itt is a másiknak szabadságában áll visszautasítani a legtökéletesebb szeretetet is, akkor a szeretet sója és a szeretet kötele az, ami az ember életet mássá, és ami az ember életet rabszolgából szabaddá emelheti. Ezért mondta a sokat szenvedett hósás, aki elveszítette a feleségét, elveszítette a családját, és nem az ő hibájából de másra nem volt képes, csak a szeretetre. Soha nem vádolt, soha nem, soha nem kárhoztatott, soha nem gyakorolt erőszakot. Emberi kötelékekkel vontam őket, a szeretetnek köteleivel. Ezt kell mindannyiunknak megtanulnunk.